Üdvözlöm Önöket az e-heti garázsban. Ahogy láthatják, hosszú idő után végre visszatért hozzánk egy Toyota. Ha jól emlékszem, legutóbb CHR teszteltünk, aztán valahogy így kimaradt egy hosszabb időszak, és most megkaptuk talán a számomra egyik legértékesebb Toyota modellt. Apukám nagyon Toyotás, ezt talán már sokszor mondtam, rengeteg Corollánk volt, neki a mai napig az van, viszont én mindig a Yaris-t egy kicsivel többre tartottam, ugyanis ugye ez az osztály, ez kis családosoknak, stb. Sokkal fontosabb és elérhetőbb, plusz ez egy nagyon praktikus kis autó volt mindig is, úgyhogy nekem valahogy a Toyota az mindig a Yaris-szal így összekapcsolódott. Az első generáció nagyon szerettem a faceliftest, abból is a dízelt, meg a TS modell, ami azért is kapcsolódik ehhez, mert ebben majd a motor hasonló lesz. Szóval összességében nem húzom az időt, a Toyota Yaris szerintem egy nagyon fontos modell az európai piacon is, magyar piacon is, az egyik legkedveltebb kis autó itthon, ugye a Honda Jazzről lehet még ezt elmondani, Skoda Fabia, stb. Azt láthatják, hogy megváltozott, ugye ez egy új generációnak is a faceliftes változata. Nekem az új Toyotáknak a formaterve annyira nem jön be, hogy nem tudom, hogy kinek mennyire, nagyon látványos, az biztos, tehát ezek a X alakok össze-vissza mennek itt, ugye ez a krómbetét is, LED, stb. Hatalmas ez a rácsnak kinéző, de valójában egyben lévő műanyag, tehát ez egy tömör műanyag. Olyan, amilyen nekem nem tetszik, de én elfogadom, ha valaki ezt szereti, modern külsőt kaptak. Maga ugye a körvonala azonos a régivel, és itt a legnagyobb változás hátul van számomra. Nekem a facelift előttinek a itt lévő lámpája sokkal jobban tetszett, ugye ez most rányúlik ide a hátsó csomagtér ajtójára, nekem valahogy ez se jön be. Egy kicsit olyan nagyobb, kicsit jobban kidudorodik a lökhárító. Kicsit a nagyfiús külsőt kapott, de ha már itt vagyunk, akkor kinyitjuk a csomagtartót. Egyébként ez egy jó variáltó csomagtér lenne, ha ki tudnám venni ezt a betétet, amire még van egy külön direkt egy ilyen rész is. És így megnézhetjük, hogy ez ilyen, hát egy ennyi. Ugye van rajta egy pici hangszigetelés is. Ugye ez kétszintes csomagtér lenne, de valamire ebben egyébként nincs benne, itt lenne még egy kis plusz lap. Szerintem amúgy ez ebben a kategóriában egy jó csomagtérnek számít, és akkor menjünk szépen lassan az utastér irányába. És itt látszik, hogy miért hívom ezt faceliftnek, hiszen a külső alapján akkora változás, hogy akár új modellnek is hívhatnánk, de valójában a belül semmi nagyon nagy dolog. Kicsit a légbömlök változtak, ezek a gombok ugye a multimédiás résznél, de alapvetően ugyanolyan a belseje, tehát itt azért nem erőltették meg magukat a faceliftnél. Elég kellemes oldaltartási jó ülései vannak, és akkor menjünk hátra, és talán ez a legfontosabb információ ilyen méretű autóban, hogy elfér a lábam, ráadásul úgy fér el, ugye még a tenyerem simán elér, ez tök jó dolog. A másik pedig az, hogy a tetőbe viszont beleér a fejem, bár azt gondolom, hogy családoknál nem éppen a 180 centi magas gyerek fog itt hátul ülni, szóval azt kell mondom, szerintem tök jó méret ez a Yaris, ami nekem nagy hiányosság és az első generációkban volt, ezt az ülést nem lehet már csúsztatni. De ettől függetlenül szerintem egy elfogadható méretű autó, főleg ebben a kategóriában, de hát a legfontosabb dolgok elő vannak a motortérben, és ahhoz inkább menjünk, majd akkor magyarázom el. Még mielőtt elindulnánk, van ebben az autóban néhány részlet, ami hát nekem nagyon nem tetszik. Egyrészt tök jó pof, hogy van egy csomó tároló rekesz, ezek a mérete is általában jó, mondjuk ez a pohártató szerintem kicsi, de ami szerintem übergagyi, ez a fedél, nem tudom mennyire látják, az egész így hajlik, tehát annyira gagyi műanyagból van, amit manapság van Dacia-kban se látunk. És kilátszanak itt a kis szegecsek is, és a másik, hogy ez az egész így mozog. Tehát 10 évvel ezelőtt Toyotában ilyet nem láthattunk, és egy kicsit kell csak feljebb menni, hogy az újabb gagyi megoldást meglássuk, ez a szivargyújtó töltőnek. Ugye maga ez a fedél is olyan, hogy annyira vékony a műanyag, hogy félek, hogy a kezemben marad, de ha megnézik, egész így kotyog. És itt kicsit odébb megyünk, hogy itt a kesztyűtartó, az is kemény műanyagból van, egyébként egy jó méretű, de felette ezt a, hát nevezzük mélyedésnek, tehát az is egy tök kihasználhatatlan rész, max egy tó benne van, de szerintem nagyobb gázadásnál össze csúszkál, meg kiesik. És egyébként az összes így általános anyagminőség sem az, amiben én mondjuk beleszerelmesednék. A másik még, amit pont az operatőrünk hívta fel a figyelmet, tehát ahogy ezt így mozgatom, ugye a minőség ilyen rés van, tehát befér az ujjam, a túlodat, meg semmi, és akkor ezt az ember így elkezdhet vele játszani, hogy úgy álljon, de igazából egy katasztrófa. De menjünk vele, hogy beszélhessünk jó dolgokról is.
Eddig egy 1.33-as benzinmotor volt ezekben az autókban ugye a csúcsmotor, most ugye ebben már az 1.5-ös VVTIE nevezetű erőforrás mutatkozott be, ami 111 lóerős, és innen van a összekapcsolódása a régi TS-hez, ugye abban is 1.5-ös motor volt, és ha jól emlékszem, azt 105 lóerős volt, de ezt majd biztos majd a nézőink kijavítanak, ha nem így volt. Nagyon rég vezettem olyat. Visszatérve erre a modellre, a legfontosabb dolog benne, hogy a termikus hatásfokát, ez egy ilyen nagy kötfelhő, nem is próbálom elmagyarázni, mert elég hosszú lenne, javították eléggé rendesen, méghozzá úgy, hogy ez a motor képes az Otto fázis és a Atkinson ciklus között váltani. Ha jól emlékszem, 134-es nyomatéka van, de ennél fontosabb, hogy egész jó 2000-es fordulatnál már éled az egész motor, tehát lehet vele jól menni, még talán picit sportosnak is nevezni, de azért nem nevezem sportosnak, mert néha ugye elektromos gázpedál és ez az egész vezérlés olyanokat késik, tehát az ember lepadlózza, és hogy majdnem egy másodpercig gondolkozik, hogy most mi legyen, hogy mennyire menjen. Néha olyan, mintha tényleg nem tudna eldönteni az egész motorvezérlés, hogy most ez milyen ciklusban, hogy vezérelje, stb. Akkor késik, majd utána összeáll a rendszer, és utána tényleg nagyon jól elkezd húzni. 6 fokozatú kézművi manuális váltó van hozzá. Ugye lehet CVT-vel is, fokozatmentes CVT-vel venni, de senki ne vegye azzal. Ez egy nagyon jó váltó, tök jó a kapcsolási útja, egy picit hosszú a kar nekem, de az összes Yarisban ilyen hosszú volt, úgyhogy ezt már talán megszoktam. Egyébként a multimédiás rész a szinte ugyanolyan, mint elő régebben volt. Szerintem abban így kár belelátni mindent. Na most nézzék. És most kezd el húzni a motor. Tehát én is értem, hogy itt ilyenkor mi történik. Tehát, hogy persze, alacsony fordulat, stb. De hogy egy ideig nem történik semmi, hiába padlózom le, úgy van egy kis kihagyás. Bár a fogyasztására nagyon büszkék, és láttam ilyen sajtóanyagokat is, hogy tényleg lehet vele nagyon alacsony fogyasztással járni. Most a kollégám használta 7.3-as az átlag. Én azt gondolom, hogy ismerve az ő vezetési stílusát, ez egy jó adat. Ha valaki tényleg nagyon szépen, finoman gyorsítgat vele, felváltogat hamar, ugye a hatodikban azt hiszem ilyen 3000 fordulat körül megy 135, tehát elég hosszú az áttételezés is, akkor ezért 6 liter alá bőven le lehet szorítani az étványát. Azt szerintem egy 1.5-ös motorral nagyon korrekt. És igazából a futóműve, meg úgy általánosságban a kormányzása, minden, hát ilyen átlagosnak mondanám, nem mondom már sportosnak. A kisebb úthibákat tök szépen kirugózza, a nagyobbokon azért néha zavarba jön, de szerintem ebbe kár belekötni. Kellemesen fut, nem is túl zajos. Szóval igazából szerintem azt a Yaris életérzést az hozza. Az egyetlen gondom vele, hogy az ára az azért már eléggé húzóska, mégpedig ez 5 millió alatt van ennek az 1.5-ösnek ez a stylish csomaggal az alapára, de még ugye egy-két dolgot lehet bele rendelni, tehát simán el lehet menni 5 millió felé is. Azt gondolom, hogy az egy picit sok ezért az autóért, és azért sok, mert ennek tényleg a motor és a váltó, ami ebbe tetszett, minden más már úgy nem mozgatott meg külsőre engem, pláne nem, tehát engem a facelift előtti például nekem az jobban tetszik, és hát ezek a minőségbeli kifogás, én pedig egyszerűen tényleg így nálam bicska nyitogató, hiszen én egy Toyota Kultuszban nőttem fel, édesapám az nagyon imádta a Toyotákat. Nehéz neki ilyenkor elmagyarázni, hogy nézd, hogy az új Yarisban már ilyenekkel is lehet találkozni. Ez nagy csalódás, de remélem, hogy a következő generációnál azért már ezeket a hibákat kivítják.